Drasztikus változást jelentenek a késő őszi téli körülmények a szobanövényeknek. A szakemberek szerint ilyenkor nekünk kell megteremteni a megfelelő feltételeket a szobai zöldek számára, így érdemes utána járnunk, hogy milyen törődést igényelnek a virágaink. A lakás zöldjeinek több kihívással is szembe kell nézniük a téli időszakban. Az erkélyen tartott növényeket 5 fok körüli hőmérsékleten már feltétlenül be kell vinni egy olyan zártérbe, ahol át tudjuk őket teleltetni. Ajánlatos a különböző fajta virágokat csoportosítva, a radiátortól minimum másfél méteres távolságban tartani. Télen a növények tápozása nem ajánlott, mert napfény hián nem tudják feldolgozni azt, és többet ártunk, mint használunk vele. A sivatagi, trópusi növények öntözésével vigyázni kell. A cserében felszaporodó pangóvíz könnyen a virág rothadásához vezethet. A fűtött szobában a meleg, száraz levegőt sem viselik jól kedvenceink. Az a baj a szobai hőmérséklet télen száraz, ugye a fűtő testek miatt. Pároloktatást kéne csinálni. Minél nagyobb levelő egy, egy tárolt növény a lakásba, vagy tartott növény, minél nagyobb levelő, annál nagyobb a pároloktatása. Tehát én megszoktam azt csinálni, hogy a cserépalátétben teszek gyöngykavicsot, vagy a granulátumot, és azt fölöntöm vízzel, Tehát a, a, és arra teszem rá a cserepet. Tehát a növény nem a vízbe van, hanem a granulátumon, a granulátum alatt pedig víz van, és a párolgást így meg tudom oldani.